Várdai fordul, középen Kodró várja, jön is a labda, Kodró helyzetben gól! Kodró második gólja, és ugyanúgy, mint az első félidőben, megint a harmadik percben. 3-0. A 13. Kodró gól a szezonban. A Fehérvárnak. Ragyogó meglátás. És egy zalaegerszegi védőről pattan oda Dárdaihoz, aki középre varázsolja Kodrónak. Demjéntől óriási bravúr kellett volna. Lefejeli a földre, így aztán még kiszolgáltatottabb helyzetbe hozza Demjént. 3-0 a Fehérvárnak. Talán még bele is kapott az a zalaegerszegi kapus, de védeni nem tudott.